Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Sok szeretettel köszöntök mindenkit még egyszer, és lehet látni, hogy a cím is próbál egy kicsit kitekinteni egy szűkebb szakmai körből. Valami olyasmire utal, amit ma azt hiszem, hogy szeretjük, nem szeretjük, de Hollywoodnak köszönhetően elég sokan szoktak ismerni. Achilles nem egyenlő Brad Pitt-tel, ezt most az elején szeretném leszögezni. Valójában egy nagyon fontos archetipusról van szó, ugye Achilleusról, aki valahogy a sebezhetőség, sebezhetetlenségnek a kérdését teszi föl, és a görög mitológiában az archetipusoknak számos példáját találhatjuk. Ugye az Antigoné példa, az ellenállás archetipusa, vagy a Médeia, a holtig tartó szerelemnek az archetipusa, és akkor folytathatnánk még ugye a különböző jelző szerkezetekkel, mint a bölcs Odysseus, vagy a hókorú Nausikaa. Tehát azt hiszem, hogy sok ilyesmit hallottunk, többé-kevésbé helyre is szoktuk tudni tenni, de még egyszer tudjuk, hogy ugye Achilleus történetek a megjegyezhetősége szempontjából ugye számos forrás és filmfeldolgozás áll a rendelkezésünkre. Miről is van egészen pontosan szó? Ugye minden anya szereti a gyermekét, szeretné neki a legjobbat. Hát, hogyha valakinek úgy, hogy az élet, hogy az édesanyja egy félisten, akkor valami rendkívül dologról van szó, legyen ez a sebezhetetlenség. Hogy is történik? Ez a Styx folyóba mártott a fiatal csecsemő korában, itt lehet látni a képet, Tétis istennő. Hát való meg kellett fogni, mégse ejthetett csak úgy bele, ez a sarka volt, és ugye a legenda szerint a víz, ahol érte a gyermeket, ott sértetlen volt, de hát persze a sarka, és ez maradjon egy anyai titok egyelőre, ott persze sebezhető. Aztán láthatjuk a három életszakaszban a másodikat egy vázán, Achilleuszt, ahol teljes pajzsban és vértezetben küzd, és ugye nyilván abban a tudatban is, hogy ő sebezhetetlen, rendkívüli hőstettekre képes a görög mitológia tanúsága szerint. Azonban mindenkinek van egy gyenge pontja, neki is a sarka, és ugye jól tudjuk, hogy a Trója elfoglalásának az utolsó, hát mondjuk úgy, hogy stádiumában elérte őt is a végzet. Mit is jelent tehát ez a kép, ez a gondolat, hogy még a legcsodálatosabban megáldott ember számára is vigyázni kell, mert van gyenge pontja. A természet bármely csodálatos kreatúráját nézzük, hasonló módon találhatunk gyenge pontokat. Nézzünk most, ha már kémikusok és fejlővel foglalkozunk, egy olyan példát, ami közelebb áll hozzám, bár magam nagyon szeretem a görög mitológiát. Ugye vegyünk egy fehérjét. A bal felső sarokban láthatunk egy ilyen művészi rajzot, ahol a sárga szín elég, hogyha csak azt látjuk, az a sejtes közegben egy fehérje. Valahogy a jobb oldali részen lehet látni a sejt külső részét, egy baktérium sejt, vagy archeatás sejtről van szó, a sejtfal részét, és aztán további piros részsel mondjuk az RNS darabok, szürkével a ribosóma részei találhatók. A fehérjének is van egy életszakasza, és ha az előbb az Achilleuszét háromra, akkor ezt is osztuk három részre. Ugye a megszületés pillanatát láthatjuk, ahogy a átíródás követően a riboszómán kifejeződik, és megszületik a fehérje. Ott lehet látni az a zöld kis kunkort, éppen a születendő fehérje, amely aztán, amikor teljessé vált, elszakad a rendszerétől, feltekeredik a szimbólum egy ilyen zöld gömb, vagy karika most az alkalommal, és hát lehet látni, egy nagyon szép, komplex architektúra, aminek a háromdimenziós szerkezete forog most ott a háttérben. És aztán a harmadik korszakhoz ér a fehér, amikor betölti a küldetését és a feladatát, és ubiquitinálódik, ezért adtak Nobel-díjat egy 10 évvel ezelőtt, egy ubiquitin kapcsolódik hozzá, egy bonyolult jelátviteli rendszernek köszönhetően, majd utána az úgynevezett poliubiquitinálódás következtében a proteoszómába kerül, és lebomlik. A fehérje tehát születik, ugyanúgy kitölti a fölvértezett formájában az életét, majd utána lebomlik, és így lesz aztán a ciklus teljes, a proteoszómából aminosav szinten kerülnek ki az építőelemek, és újra fognak fölépülni. Ha
ajánlhatok esetleg egy ide vonatkozó laza asszociációval egy zeneszámot, akkor talán a Fehérje dalt ajánlom a szíves figyelmükbe, amelynek egyébként az ihlete éppen ez a dia volt, és amelyik ugye azt mutatja, hogy a fehérjéknek ugyanúgy születnek, élnek, és aztán lebomlanak. Nos, miért is érdekes ez? Hát azért, mert ugye azt érdemes látni, hogy a fehérjék az élet szakaszuknak a középső részében, ellentétben velünk, akik mondjuk az életünknek az egynegyedében, vagy a jó pap is holtig tanul, akár az egész életében készül és tanul, egy fehérje az az első életének 1%-ában mondhatnánk, hogy megszületik és föltekel, és attól kezdve intakt módon él, de ez az élettartam, ez lehet perc, klasszikusan az átlagos fehérjék élettartama egy sejtes szövetes rendszerben, ha nem a struktúrfehérjéket nézzük, akkor a 10 perc és a fél óra kategóriába esik, de akár hónapokig is, majd látunk erre példát, mint a vörös vértestek egyébként el vannak. Ahhoz, hogy egy fehérje működjön, hogy betöltse egy sejtben, akár az a több ezer fehérje, azt a biológiai funkciót, ami az ő feladata, és aminek az együttese teszi az életet lehetővé, ahhoz a föltekeredett térszerkezet kell. Tehát azt is mondhatjuk, majd látjuk, hogy ha a térszerkezettel bármi történik, ha a szerkezettel bármi történik, ebben a mondjuk úgy, hogy középső felvértezett szakaszban, akkor nagy baj történik. Még egy rövid bevezető dia, csak annak, hogy nem mindenki fehérje kémikus, természetesen jelenlévők közül. Ugye a fehérjéket azokat aminosavak alkotják, és bal oldalt lehet látni azt a sorozatot, amelyből a teljes igény nélkül néhányat kiemeltem. Glicin, alanin, szerin is egy pár aminosav egészen 20-ig. Valójában ugye ez egy N-elemű sorozat, és egy ismétléses variációról van szó. A lehetséges fehérje szekvenciák száma hatalmas, és itt számos továbbra is megoldatlan probléma van, például, hogy mik azok a szükséges és elégséges feltételek, amelyek eredményeképpen egy fehérje föltekeredik. Maga a sorba rakódást láthatjuk, ugye egy-egy aminosav valamilyen módon egymás mellé kerülnek, ez egy kicsit ilyen művészi rajz most inkább, a tényleges szintén sem a laboratóriumban, úgy értem az eszközben, in vitro, sem in vivo nem pont így történik, de hasonló módon kialakul egy szekvencia, és a szekvencia egyedisége hordozza mindazt, amit egyébként a fehérjétől elvárunk, akár téralkat, akár funkció szempontjából. Tehát egy ilyen rendszer, amikor kialakul és föltekeredik, hogy ezt már láttuk, ez tulajdonképpen mindig ugyanabból a 20 aminosavból az előbb említett ismétléses variációnak megfelelően áll elő az a konkrét szekvencia, ami aztán érdekes lesz. Azt gondolnánk, hogy az evolúció során nyilván olyan rendszerek alakulnak ki és épülnek föl, amelyek előremutatnak és stabilak, és ebben a szempontból a fehérjék ugye jó helyen kell, hogy álljanak. Nem tudjuk pontosan az élet keletkezésének ezek kérdéseire sem a válasz, de azt tudjuk, hogy a fehérjék legalább 3 milliárd éve itt vannak a Földön, hatnak és működnek, vagy esetleg régebb óta. Tehát azt gondolnánk, hogy azok folyamatosan evolválódtak, hogy nyilván olyan rendszer fog kialakulni, ami a maga módján tökéletes. És akkor rögtön, anélkül, hogy lelődjem a saját poénomat, ugye ez a lupe arra hívja fel a figyelmet, hogy van 2 darab aminosav. Tehát ugye a 20 aminosavból 2, azaz 10%, amely környezete veszélyeztetett, amely önmagában nem triviális, de veszélyessé válik, vagy válhat. Itt lehet látni tehát egy feltekeredett fehérjét, és ebben az aszparagin és az aszparaginsav környéke, mindjárt megismerkedünk, egyre csak 2 aminosavra gondoljunk, az a maga módján lehet látni, hogy egy veszélyt hord magának a szekvenciák az integritása szempontjából. Hogyha megnézzük azt az aszparagint, mondjuk az egyiket a 2 közül, és párosítsuk egy olyan aminosavval, a glicinnel, amelyek nincsen oldallánc, a legflexibilisebb, a legrugalmasabb, akkor azt látjuk, hogy ez a páros, ez végzetes. Hogy mit jelent a végzetesség, azt mindjárt meg fogom mutatni. Egyelőre elegendő, csak hogyha elcsodálkozunk ezen az állításon, hogy van egy olyan kombináció, az aszparagin-glicin, amelyik valahogy nagyon kevéssé látszik a cél szempontjából alkalmasnak. Sem az aszparagin-glicin, sem az aszparagin-sav-glicin, amely csak az oldalláncban különbözik, nem alkalmas rá, és hogyha ez a pont a fehérjék Achilles sarka, akkor azt is mondhatnánk, hogy egy időzített bomba van becsomagolva a szekvenciába,
hiszen majd mindjárt be fogom mutatni azt, hogy ez egy gyenge láncszem, és ez a gyenge láncszem, ha jelen van, akkor a fehérje integritása sérülhet, vagy megváltozhat, és ugye ez ennek mondjuk azt, hogy a fele sem tréfa. Még egy apró megjegyzést szeretnék tenni, ugye ez a felfedezés, hogy ez az átalakulás, amit mindjárt bemutatok, ez egyáltalán nem új, legalább 50 éve leírták, és Magyarországon talán Gráf László kb. 40 évvel ezelőtt publikált is egy adott szekvencia könyvben, éppen az ACTH kapcsán, amiben egyébként a Richter Gedeon és munkatársai is számos sikert értek el, és leírta ennek az átalakulásnak a megjelenését. Föltegyük a kérdést akkor, hogy ha ez egy veszélypont, akkor hány ilyen van egy fehérjében? Hát azt gondolnánk, hogy az evolúció arra való, hogy kiszűri az ilyen pontokat, tehát sehány. A kérdés tehát, hány Achilles sarka van egy fehérjének? Ugye Achilleusnak egy volt, láttuk, hogy a mamája csak egyen mártotta be, és mégis utolérte a végzet. Úgyhogy a kérdés az az, hogy ha most nézzünk általában egy szekvenciát, akkor abban hány ilyen aszparagin glicint fogunk egymás mellett látni? Talán hármat, talán négyet, vagy esetleg még akár ennél is többet. Ugye ide tettem egy átlagos fehérjét, és ebben az átlagos fehérjében az egybetűs kód, ez körülbelül 1000 aminosav, el lehet kezdeni keresni az aszparagin glicin párt, és hát ugye nem ezzel foglalkozik a tudós, ezért most megkímélem önöket attól, hogy erre így most direktbe rá tekintsünk. Inkább vegyünk egy analógiát, ugye talán ismerjük a Hol van Waldo című játékot, ami nagyon hasonlít ehhez, ugye lehet látni, Waldo a bal oldalon szerepel, és ugyanez a kérdés, hogy hogy is lehetne Waldót azonosítani ebben a tengerparti fővegyen lévő sokaságban. Hát ha ránézünk a rajzra, akkor látjuk, hogy ugye van például szemüvege, kerülhessünk szemüveges embereket. Vagy van például piros-fehér, piros sapkája, akkor keressünk ilyet, látjuk, van piros öltözőkabin, van piros-fehér napernyő. Hol lehet Waldo? Lehet, hogy valaki már megtalálta, lehet, hogy nem. Rámutatok, ott van középen. Nagyjából, tehát azt jelenti, hogy ugye ilyen módon lehet azonosítani ezt is. Ha az NG szekvenciát keressük, akkor ugye lehet látni, és keressünk ilyet. Tehát kiemeltem az ENT pirossal, és akkor most már egy kicsit jobb a helyzet, és még mindig sok aszparagin van, de vegyük észre egy teljesen átlagosan kiválasztott szekvenciában, hogy ugye ez alkalommal éppen 7-et tudunk azonosítani. Azaz 7 darab időzített bomba van becsomagolva ebbe a térszerkezetbe. Ez semmiképpen sem látszik megnyitottnak egy fehérje kémikus számára, mert ugye valahogy azt gondolnánk, hogy ez, aminek nem lenne szabad jelen lenni, hogyha azt gondoljuk, hogy egy fehérje evolválódik, mint hogy evolválódott is. Nem tudjuk pontosan honnan kezdte, de látjuk most a végállapotot. Itt utalnék arra, hogy a tavalyi Nobel-díjat például az enzimtervezésen keresztül a mesterséges evolúcióra adták, vagy itt ül közöttünk egy kedves kollégám és barátom, aki szintén ilyesmivel foglalkozik. Tehát ezt elvileg ki lehetne küszöbölni. Egy érdekes, általános, jól megegyezhető információ, hogy a fehérjék vízben stabilak. Tehát a 37 fok vagy szobahőmérséklet, ugye fiziológiai körülmény, a 7,4-es pH, az a körülmény, amit úgy azt gondoljuk, hogy ebben kell egy fehérjének élni és boldogulnia. Egy ilyen közegben a fehérjék és a peptidek általában stabilak. Egy elég régi cikket tettem ide, amiben azt lehet látni, hogy például ez a tetrapeptidnek egy glicin van a végén, éppen azt választottam, ami majd a mi glicinünk szempontjából is érdekes, a felezés ideje 7 év. Tehát általában nincsen baj. Általában az amit kötés, általában a polipeptid lánc rendben van, ki fogja bírni azokat a körülményeket, amelyekre neki ugye szakosodnia kellett, de úgy tűnik, hogy valahogy mégis ez az aszparagin glicin, ez egy speciális dolog kell, hogy legyen. A kémikus először megpróbál egy ilyen biológiai, biokémiai szempontból fontos rendszert megérteni, aztán majd modellezni, aztán majd megpróbál belőle tanulmányokat készíteni, hogy megértse a folyamat lényegét. Itt láthatjuk atomi szinten, most úgy kirajzolva, miután azért jöttek, hogy kémiát lássanak, nyilván nem riadnak el ettől, ugye magának, a molekulának a kémiai szerkezetét,
És amit ebből érdemes látni, ugye pirossal rajzoltam az aszparagint, illetve a mellette levő glicint feketével, ami ebben izgalmas, és amit általában szoktunk tudni, és szoktunk rá gondolni, hogy a legegyszerűbb ugye egy vizes oldatban valamilyen polaritást föltételezni a rendszerben, és polaritást keresni. Ugye maga az oldódás is ugye egy ilyen alapon fog történni, tehát keressük meg azokat a csoportokat, amelyiknek negatív vagy pozitív polározottsága van. Ugye a kémikus ezt, ha nem explicit töltés, akkor ilyen deltákkal szokta kis töltésecskének nevezve megfogalmazni. Ebből most a számunkra összesen ez a kettő lesz érdekes, és talán utal is arra, hogy általában a polipeptid lánc stabil, de ha van egy ilyen oldallánc, amiben van egy ilyen karbonil csoport, amelynek van egy ilyen támadható delta plusz vagy pozitívan polározott része, ez merő elektrosztatika, és van egy amid kötés mellette, amelyiknek pedig lehet parcells negatív töltése, akkor a klasszikus elektrosztatika megfontolás értelmében erre utal ez az itt mutatott nyíl, ugye egy ilyen gyűrűzáródás léphet föl, és egyszerűen egy kis átrendeződés következik, megkapjuk az itt látható úgynevezett szukcinimid gyűrűt. Na most ez miért érdekes? Mert ez ki tud alakulni, majd mindjárt látjuk, hogy ezt izolálni lehet, és le lehet tenni a kristályos formában, akár az asztalra, akár a modellrendszerünk, akár a fehérjék esetében. Mi történik azonban, ugye miután vízben történik az egész folyamat, maga a víznek is van egy polaritása, és megint csak ugyanerre appellálva az oxigén nem kötő elektronpár, ugye ezt szoktuk mondani kémikusként, nukleofiltként, erre a karbonilra rá fog támadni. Ha már a szerves tanszéket vettem, akkor kiszabad mondani azt a mondatot, hogy kapunk egy nukleofil addíciót, ami utána egy eliminációval fog folytatódni. Ez valójában nem jelent semmi más, mint ez a nem kötő elektron betámad erre a karbonil szénatomra. Ahol az olló mutatja a kötés, el fog hasadni, a másik kötés fog tehát megmaradni, és kialakul az itt látható úgynevezett beta-aszparagin rendszer. Tehát ugye az amid kötés és a fehérjék stabil rendszerek. És először talán mondhatnánk, hogy nem is történik nagy dolog, nem történik hasadás. Bár látunk egy hidrolízis lépést, hanem az történik, hogy átrendeződött a molekulánk. Ugye vegyük észre, ez volt az aszparagin, helyette kaptunk egy beta-aszparagin savat, ez nem is fehérje építő aminosav. A víz azonban a másik oldalról is támadhat, ugye majdnem szimmetrikus a rendszer, és innen is kaphatunk egy elektrosztatikus támadást, és innen is kaphatunk egy eredményes reakciót, és ennek eredményeképpen megkapjuk az úgynevezett aszparagin savat. Tehát végeredményben az időzített bombának a molekuláris háttere az az, hogy az egységes polipeptid láncunk, amiben volt egy aszparagin glicin, az most átalakul egy béta aszparagin sav és egy alfa aszparagin sav keverékévé. Ugye mondhatnánk azt Julius Caesar-tán szabadon, hogy varias delectatus, az a sokszínűség az gyönyörködtet, de ahogy említettem, ez nem játék, ugye ez egy finoman hangolt rendszer az evolúcióban, olyan nincsen, hogy ebben csak úgy büntetlenül cserélgetünk aminosavokat, vagy legalábbis annak következmény lenne. Az meg, hogy beépítünk nem fehérje építő aminosavokat, az pedig végképp hát furcsának tűnik. Hogyha egy picit összefoglaljuk azt, amit idáig láttunk, akkor ugye világossá válik az, hogy ez egy heterogenitás, egy tiszta rendszeremből, egy tiszta fehérjéből egy keveréket kapok. Ráadásul ez egy nem DNS kódolt információ, amit beépítek, ami megint nem különösebben kedvező. Végül, de utolsó sorban beta-aminosav kerül a fehérje láncba, ami meghosszabbítja, ugye nem biztos, hogy mindenki észrevette, mindjárt felhívom a figyelmet rá, hogy beépítünk egy plusz CH2 csoportot, az a lánc meg fog hosszabbodni. Nézzünk erre egy nagyon konkrét példát. Itt lehet látni a ribonukleázt, ugye áz, ez egy hasítóenzim, a ribó, ugye ez egy RNS-sel kapcsolatos dolog, az RNA-z, és azt láthatjuk, hogy ennek következtében, ugye bocsánat, azt látjuk az RNA-z esetében, hogy neki meg kell fogni egy RNS-t, és itt lehet látni az egyik karját, és itt a másik karját gondolatban, amivel majd neki a funkcióhoz át kell ölelni egy ribonukleinsav oligomert. Ezt a molekula részletet normális körülmények között ezzel a karral teszi meg, azonban, hogyha ez átalakul, lehet látni, akkor itt lehet látni a röntgen szerkezetet, egészen megváltozik a két karnak az állása, vegyük észre, hogy itt
és itt van az egyik kar, és itt lesz a másik kar, aminek éppen az a magyarázata, hogy meghosszabbodott egy CA2 csoporttal, azaz átalakult kémiailag, és a kémia átalakulás következtében a térszerkezés át fog alakulni a molekulának. Mi történik? Hát azt mondhatjuk, hogy a fehérje egészen nem változott meg, na de éppen a funkció szempontjából fontos keze, az megváltozik, és ennek vajon mi lesz a következménye? Ugye ez egy nagyon jól definiált pont ebben a alig több mint 100 aminosavas kis fehérjében. Egyébként ezzel való kutatásért kapta Anfinz 1972-ben a Nobel-díjat, nem ezért a kutatásért. Azt lehet látni, ha közelebb hozzuk, hogy megjelenik az a plusz beépített CH2 csoport, azaz lánchosszabbodás lett a vége ennek a következménynek. Egy analógiát vehetünk ide, hogyha ugye a biciklinknek vagy bármi másnak a lánca meghosszabbodik, akkor bizony abból akár baj is lehet. Ugye lehet látni, hogy nem csak, hogy mondjuk felbukhatunk a motorral, vagy ezzel analóg módon lehet látni, ugye, hogy a megfelelő RNS-sel való kölcsönhatás is megváltozhat. Tehát összefoglalva, mit látunk jelen helyzetben? Van egy olyan jelenség, ami teljesen általános. A maga módján elég váratlan. Most az a kérdés, hogy a kémikus mit tesz egy ilyen esetben? Megfigyel a biokémikus, majd látjuk, lehet röntgenszerkezetet, NMR-szerkezetet készíteni a folyamatról, de mit csinál a kémikus? Azt mondja, hogy semmit, ott vannak biokémikus barátaim. Vagy azt mondja, hogy van nekem is olyan gondolatom, ami alapján hozzá tudok tenni ez a kérdéshez. Ez utóbbi esetben, hogy az első és legfontosabb dolog, hogy alkalmas méretű modellt készítsünk. Ugye a modellezésnek mindig az a lényege, valami olyasmit csináljunk, ami magában hordja azt a méretet, amit meg akarunk érteni, mivel foglalkozni akarunk, és nem hord többet. Tehát egy egész fehérjéből levágjuk azt, ami nem olyan fontos, és ezért vegyünk mondjuk egy ilyen egyszerű tetrapeptidet, amit hogyan fehérjeszerű legyen, az elejét, végét, ott töltés lenne, tüntessük el, acetilezzük meg és amidáljuk, és egyébként egy NGA, azaz aszparagin, glicin, alanin tetrapeptiddel végezzük az első NMR, kinetika és bármi egyéb mérésünket. Ugye az átalakulás, ahogy mondtam, ha megy, akkor nyilván menni fog, természetesen megy, és meg lehet vizsgálni, hogy mi történik. Ugye szerencsére mára alkalmas eszközök állnak a rendelkezésünkre, ezek nem álltak 50 évvel ezelőtt, vagy 100 évvel rendelkezésünkre, még 50-nel se, de mondjuk például az úgynevezett nagy hatékonyság, vagy nagy nyomású folyadék kromatográfia, az éppen azáltal válik érdekessé, hogy ez egy kicsit azt teszi lehetővé, hogy szétválasszunk ilyen úgynevezett, mondjuk, hogy kvázi izomereket. Mit is látunk ebben az esetben? Van egy ilyen cső, ebben nagy nyomáson, sok száz atmoszféra mellett, ugyanazt csináljuk, mint amit az úszó medencében az úszók, egyszerre indulnak a rajt körül, és az egyik gyorsabban úszik, a másik lassabban, az egyik célba fog érni, a másik nem. Tehát megállapíthatjuk azt, hogy bizonyos idő után itt fog mondjuk úszni az egyik, itt a másik, és hát jól elől, messze a többiek előtt, természetesen hosszú katinka. Ugye mit jelent ez a mi kísérletünk szempontjából? Ugye azt láthatjuk, hogy a kiindulási anyagunknak itt van az úgynevezett retenciós ideje, mondjuk a saját ide jut el egy bizonyos idő után, és azt láthatjuk, hogy a kiindulási anyag, hogyha a tábla síkjára merőleges irányba vesszük az idő az előre haladtát, akkor egyre csökken a koncentrációja, míg ennek a másik két terméknek egyre nő a koncentrációja. Azaz nyomon lehet követni teljesen kvalitatív, illetve aztán kvantitatív szinten az integrálnak a meghatározásával az anyag mennyiséget, ami kiindult és aztán utána átalakul. Egy másik eszközzel, a mágneses magrezonancia spektroszkópia segítségével ugyanezt a folyamatot még pontosabban tudjuk nyomon követni és még inkább tudjuk értelmezni. Ez talán inkább egy futóversenyre hasonlít, és lehet látni, hogy amerikaiak azok mindig előfutnak. Ugye? És itt is azt láthatjuk egy ilyen NMR spektrum sorozatban, hogy valahogy itt van egy relatív úgynevezett kémia eltolódás, ami mondjuk úgy, hogy a sebességnek felel meg. És itt lehet látni megint azt, ahogy az egyik jelrendszer az szépen fölépül, az időben haladunk előre, egyre nő az intenzitás, illetve az integrál, és egy másik jelet nézünk, ezt a jelet, amelyik pedig szépen csökken. Ennek segítségével tehát meg tudjuk határozni azokat a görbéket, megint csak úgy, hogy az előbb koncentráció,
a koncentráció anyagmennyiség, az anyagmennyiségnek a változásából pedig meg tudjuk határozni azt, hogy a kiindulási anyagunk az hogyan csökken, és a két keletkezett anyagunk az pedig hogyan nő. Egy további érdekesség látható ezen, hogy egy nagyon pici, de szignifikáns mennyiségű anyag az éppen abban a gyűrűs formában van jelen, amit alul az a lila kis görbe mutatna, és ez azt jelenti, hogy ránézésre is ez a modell ez alkalmas arra, hogy megértsük, ami történik. Van kiindulási anyagunk, van két keletkezett anyagunk, és a közti termék az nem csak, hogy jelen van, de a maga 3-4 százalékával nagyon szépen izolálható is. Ha az ember egy ilyen adatsort előállít, akkor, és szerencsés helyzetben van egy kedves barátja, aki egyébként itt van a hallgatóságban, aki ért kinetikához, akkor alkalmas modelleket lehet rá illeszteni. Ezeknek a részterről most nem sokat beszélnék, de ennek segítségével meg lehet határozni egy sebességi együtthatót, ami olyan kicsit elvontnak tűnik, de miután látjuk, hogy exponenciális föl- és leépülési görbékről van szó, ezért praktikus megadni az ügyet felezési időt, egy fél életidőt. Ez azt jelenti, hogy valami folyamat, ugye egy exponenciális lecsengésnek elvileg sose lesz nulla, de mikor ér az 50%-át, ez egy nagyon jó metrika, és ezt tau-val vagy t1/2-del szoktuk jelölni. Tehát az itt látható értékek, k1 és a sebességi együttható, illetve a megfelelő fél életidő, ugye a továbbakos egyensúly oda-visszára is kiszámolható ennek a modellnek a segítségével. Egy kis illesztés, egy kis számolás eredményeképpen megoldunk egy kis egyenletet, iterálunk, fittelünk egy keveset, nem olyan nagyon fontos most, és megkapjuk azt az értéket, ami olyan megnyugtatóan izgalmas szám. Miről van szó? 37 fokon, semleges pH-n, a felezési ideje a folyamatnak az nagyjából egy nap, 28 óra. Tehát erre mondhatjuk azt, hogy ilyen körülmények között ez a peptid, ez valószínűleg a jó fehérje modell is, ezen a ponton nem bírja ki 50%-ban sem tulajdonképpen az egy napot. Hogyha teljesen tesszük a modellt, és megnézzük a tovább alakulást is, aminek a diszkusziától most eltekintenék, de fontos, hogy azt megállapítsuk, hogy a sebesség meghatározó lépés az első lépés, a szubcinimit kialakulása az a kulcslépés, utána úgymond minden lehet látni, hogy sokkal gyorsabban megy, 5-ször vagy akár 25-ször gyorsabban megy, és ennek következtében a kapott végtermék utána pillanatszerűen ki tud alakulni mondjuk első nekifutásra. Ami ebből érdekes tehát, hogy van egy nagyon jól definiált értékünk a folyamatnak a fél élet idejére. A kémikus szeretné ezentúl azt is megérteni, hogy mekkora az aktivációs energia, ami szükséges, hogy végbe menjen. Jelen esetben azt láttuk, hogy megy szoba hőmérsékleten is, tehát ebből arra következtünk, hogy nem lehet túlságosan magas az a gát, ugye most egy gátfutást kellett volna ide betennem talán, amin át kell jutni, ezt ugyanebből a rendszerből ki tudjuk számolni, és ez a 22 kcal per mol nagyságrendben, ez pontosan azt mutatja, hogy a folyamat végbe fog menni már szoba hőmérsékleten is. Miért érdekes ez? Mert jellemeztük a reakciót. Tehát a kémikus alkotott egy modellt, leegyszerűsítette, ki extrahálta a fehérjékből ezt az összes neuralgikus pontot. Begyűjtöttük egy modellbe az összes, mondhatnánk, hogy achilles sarkot, és ennek eredményeképpen azt állapítjuk meg, hogy tudjuk a felezési időt nagyjából egy nap, tudjuk azt, hogy végbe megy szoba hőmérsékleten, és azt is tudjuk, hogy a két terméknek az aránya nagyjából 1:4 lesz, tehát hogyha 5 részt nézünk, akkor 80% lesz a béta, és 20% az alfa durván. Ugye, ha egy ilyen képet alkottunk, akkor a szerves kémikus, a kinetikus azt gondolja, hogy kezében tartja a folyamatot. De miért tettük ezt meg? Megállapítottuk, jó, miért érdekes ez? Mit tudunk ebből segíteni a fehérje kémikusnak? Mit tudunk visszajelezni a biológusnak? Hogy lesz ebből valami általános magyarázat, ami túlmutat ezen? Az egyik érdekesség, hogy persze megnézzük óvatosan a peremfeltételek változtatása, hogy mi történik. Ugye, emeljük meg a hőmérsékletet. Nem is olyan nagyon. Tehát a 28 fokhoz képest ugye nagyjából megduplázzuk a folyamatot, és az előbb említett 28 óra, az ugye az az érték, ami 37 fokon megy. Ha csak körülbelül 10 fokot ejtek, akkor már 150 óra, de ha 55 fokra fölgyorsítom, akkor mindössze 4 óra lesz a felezési idő. Ugye 55 fok az egy
kicsit melegebb langyos víz. 55 fokon a baktériumok még egész jól élnek. 55 fok az nem egy extremofil körülmény, ez egy jól használható körülmény. Tehát azt lehet látni, hogy a folyamat az a hőmérséklet emeléssel drámaian gyorsul. Ugye ez önmagában egy érdekes kérdés. A másik, ami nem annyira triviális, de a kémikus könnyen meg tudja magyarázni, hogyha a pH-t azt a 7,4 értékhez képest egy kicsit tovább viszem a lúgos irányba, akkor gyorsulni fog a folyamat. Ha egy kicsit megsavanyítom és elviszem az 5-ös pH-ra, ugye ez mondjuk az a bőrnek mondjuk a savassága a szubkután, akkor pedig megint csak lelassul a folyamat. Ugye lehet látni, 4 óra helyett nagyjából 170 óra lesz a felezési időnk. Ezzel tehát belőttük magunkat abban a paraméter térben, ahol az élet zajlik. Kicsit savasabb, kicsit bázikusabb, kicsit melegebb, kicsit hidegebb. Mi a következtetés ebből, hogy a folyamat tényleg spontán módon végig fog menni, ez tényleg egy neurológus pontja a rendszernek, és valóban a sebesség meghatározó lépés az itt látható nukleofil támadás. Hogy miért ennél a szekvenciánál történik ez? Miért az aszparagin savnál most már jól látszik, hiszen semmilyen más esetben az oldallánc nem rendelkezik, illetve az aszparagin sav esetében igen, de másokból az mégis kevésbé reaktív, ezzel a bizonyos karbonilszénnel. Tehát ez minden esetben bekövetkezne, hogyha lennének tovább olyan aminosavak a természetben, amelyek az oldalláncuk úgynevezett gamma helyzetben tartalmaznak ezt a karbonil csoportot. Azt mondhatnánk, hogy értjük a mechanizmust, zárójelbe teszem, nem értjük a mechanizmust, pedig olyan szépen elmagyaráztam maguknak. Sőt, valószínűleg ez egy nagyon érdekes jelenség, nem unikális a kémia modern területén, vagy azt mondhatnám, hogy a kvantumbiológiában, ugyanis a mechanizmus az nem egy tiszta mechanizmus. Azoknak, mert látom, hogy vannak itt kémikus professzorok, nem egyszerűen, nyilván nem fog lediszociálni egy amid kötésről a hidrogén, ezt mindenki tudja. Ha bejönnek vizsgázni, és ezt mondják, akkor megbuktatjuk magukat. Tehát akkor mi történik? Valószínűleg egy vegyes mechanizmus van, tehát egy hidrogén eltávolodás, de nem elszakadás van, egy alagút effektussal kombinálva. Ennek a részét nem akarnám elmondani, mert a bevezetés hosszú, hogy tartana. Az alagút effektusnak az a lényeg, hogy nem kell megmászni, egyet át lehet menni alatta. Ez egy nagyon izgalmas dolog, és számos esetben bizonyították, hogy biológiai folyamatok, mint például a szaglásunk is úgy tűnik, hogy egyfajta kvantumbiológiai effektusként összefügghet az alagút effektussal. Elég most nekünk tehát az, hogy ha én változtatom a körülményeket, akkor változni fog a dolog. Játszunk egy picit. Ugye figyeltek 20 percig, most egy 25 percig, most egy egész picit megint érjünk ki. Ugye itt van ez a játék, kirakós játék, van egy kedves barátom, abból a faluból, ahol én vagyok, ő és a felesége imádják ezt a játékot, talán az ő kedvükért tettem be, de mindenki más tudja, hogy ez egy olyan játék, ahol a betűknek a sorrendje az ugye nagyon lényeges kérdés. Hát a fehérjékben is betűk vannak sorbalkva, tehát rögtön fedik a kérdés, hogy ha ismerem a körülményt, akkor lehet-e perturbálni, lehet-e játszani az, hogy megcserélek esetleg betűket. Ugye jól tudjuk, hogy az alma és a láma az nem ugyanaz, pedig ugyanazokból a betűkből épül föl. Vagy ugye egy-egy betűnek a cseréje, nem pedig egy ilyen, tehát egy konkrét betűnek a cseréje, nem pedig egy párnak a cseréje, ugye megint más jelent, látsz, baja és baka sem ugyanaz. Vegyük ez az utóbbi esetet. Tehát vegyük azt, hogy az adott modellemben egy aminosavat ki fogok cserélni. Ugye végtelen egyszerű a történet, én csak az NG-ről beszéltem, az aszparagin glicinről. Vegyünk egy olyat, hogy mellé tesszük most a J meg a K analógiájára egy R betűt. Ez egy speciális aminosav, nem véletlenül tettük oda, de most ez a szempont nem érdekes, és megfigyeljük, hogy igen, a folyamat az gyorsulni fog. 28 óra helyett 19 óra, tehát gyorsabban fog végbe menni, ugyanolyan körülmények között a folyamat. Ugye ezért jó a kémia, mert meg lehet magyarázni, hogy mi történik. Ugye megint, aki jártas ebben a dologban, az érti, aki nem, az egy pillanatra engedje mégis, hogy elmondjam. Ugye maga a folyamatnak a magyarázata, az ugye vélhetőleg ennek az amid rendszernek a polarizációjában rejlik, és ugye ezt az aminosat most, amit ide tettem mellette, ennek van egy pozitív töltése a Guldeni csoport révén, és ennek következtében egyszerűen csak az történik, hogy ez a határszerkezet, amit a víznek itt be kéne támadni, és ami nem nagyon stabil, azt most tudja stabilizálni ez az oldallánc.
És ennek következtében igenis egy olyan állapot lesz stabil, ami egyébként nem olyan nagyon stabil, és ennek következtében lehet gyorsítani a folyamatot. Ugye sárgával emeltem ki azt a tranziens jelenséget, ami egyébként nem olyan egyszerű, mert az oldalánsznak éppen ott kell lenni, de ami statisztikusan bekövetkezik, és ez azt mutatja, hogy bizony, hogyha tovább variáljuk a környezetet, akkor további érdekességeket állapíthatunk meg. Ennek egyébként a kvantitatív leírása, ez már teljes mértékben, úgy mint az előzőek a mi saját eredményünk. Mit értünk ez alatt tehát? A konstitúciónak van hatása. Most variáljunk egy másik betűt. Ugye az NG rendszer mellé tettünk valamit, most magát a G-t nézzük meg. Ez a G, ez a legkisebb aminosav. Olyan kicsi, hogy nincs oldallánca. Formálisan egy hidrogént tekintünk oldalláncnak. Nézzük meg most ezt közelebbről, és cseréljük ki a legközelebbi, picit nagyobb testvéreire. Az egyik testvére, amire kicserélhetjük, az itt látható rendszert, az a glicin. Ugye, bocsánat, a glicint, amit kicseréltünk, az alanin, tehát itt lehet látni ezt a metil csoportot, illetve a szerin, ami egy ilyen hidroximetil csoport. Most alapesetben nekem a glicin van ezen a ponton, tehát lehet látni, ez a fehér kis gömböcske az, amelyik a lehető legkisebb ott, és ez biztosítja azt, hogy ez a molekula részlet, ez nagyon mozgékony tud lenni. Abban a pillanatban, hogyha ez egy alaninra cserélem, lehet látni, hogy méretesebb lett az oldallánc. Hát nem fér el olyan jól. Ugye utazunk a buszon, és elmegyünk a színházba, és két méretes ember köré ülünk, akkor nem fogjuk annyira élvezni a dolgokat, mert éppen csak, hogy levegőt tudunk venni. Ha meg, hogyha még ezt is fokozzuk, és az illető oversize, akkor aztán végképp nagyon jó kell pozíció magunkat, hogy egyáltalán kibírjuk a szünetig az előadást. Ugye itt is azt lehet látni, hogy növeltük a méretet, egyre inkább meghatározzuk ezt a környezetet, és ez mind befolyásolja magát ezt a reakciót. Hogy is befolyásolja, azt itt láthatjuk. A klasszikus 4 óránk helyett, ugye 46-91 óra, tehát nagyságrendekkel 10-szer, 20-szor lassabban fog menni a folyamat, sztérikus okok miatt. Ugye az ember próbál érdekes dolgokat mondani, de nyilván nem olyan könnyű ez. Itt most mégis le kell vinni a hangsúlyt, mert egy nagyon fontos pillanatot jutottunk, ahol azt mondjuk, hogy sztérikusok. Mit is jelent az, hogy sztérikus? Ez azt jelenti, hogy térbeli dolog. Tehát valami olyasmi van, aminek a mérete számít. Ugye nem véletlenül játszottam el ezzel a méret növekedéssel. Ugye azt lehet látni, hogy azáltal, hogy itt mekkora lett az oldallánc mérete, ez a sztérikus effektus, ez drámaian befolyásolja a folyamatot. Összefoglalva, tehát azt látjuk, hogyha hozzányúlunk a modellrendszerünkhoz, még mindig kicsi peptidekkel játszunk nagy fehérjék helyett, ami az igaz izgalmas kihívás, akkor azt láthatjuk, hogy bizony tudunk olyat csinálni, ami a folyamatot gyorsítja, és tudunk olyat csinálni, ami a folyamatot lassítja. Ugye errefelé van a lassulás, a sebességítőhatónk változik úgy, hogy a folyamat lassabb lesz, erre pedig gyorsabb lesz. A pozitív töltés gyorsította, a méretnövelés, illetve a negatív töltés pedig lassította a folyamatot. A sztérikus effektus kapcsán, tehát föltesszük azt a kérdést, hogy vajon mi történik a gondolatmenetünk utolsó fázisában, mi is az, amivel most tulajdonképpen szemben vagyunk. Azt találjuk a folyamatban, hogyha ez a peptid részlet, ez az érzékeny pont, ez a modellrendszerünk így szabadon van, akkor az, hogy ő szabadon tud mozogni, láttuk, az egy fontos, egy szükséges, de nem elégséges feltétel a reakcióhoz, és ebbe vagy átalakulás, izomerizáció, és ezt tekintetjük referenciának. Ha most én ezt egy fehérje vázba fogom zárni, akkor csökkenteni fogom a mozgását, és ez valószínűleg befolyásolhatja ugyanazt a szekvenciát. Most már nincsen Scrabble, nem adunk hozzá új betűket, nem változtunk pH-t, hőmérsékletet, fixáltuk a rendszert, és nézzük annak a belső szabadsági fokás, a dinamikáját, hogy ez hogyan változik. Ha megnézzük, hogy ezt a fehérjét, ami egy komplex rendszer, ezt egy kémileg megkötött gyűrűbe zárjuk, bilincsbe tesszük, akkor mi történik, és hogyha ennek a bilincsnek a láncát rövidítjük, akkor mi történik. Tehát egyre inkább rákényszerítjük a rendszerre azt, amit sztérikus effektusnak mondtunk, azt, hogy a belső mozgékonyságát azt nagyon is orientáljuk. Azt látjuk, hogy a 4 órához képest a folyamat felezés ideje nő, tehát a folyamat lassul, 5 óra lesz, ha láncra verjük, akkor már 10 óra, és hogyha nagyon rövidre vesszük a pórázt, akkor akár 20 óra is lehet a folyamat.
Tehát ugyanazon kémiai körülmények között, ugyanaz a rendszer, annak függvényében, neki mennyire engedtük meg a külső vagy belső mozgását, hogy a folyamatot nagyon világosan tudjuk szabályozni. A gyorsabb és a lassabb tehát összefügg azzal, amit az előbb ugye sztérikus rendszerként megfogalmaztunk. És ezen a ponton visszatérhetünk a klasszikus képünkhöz, Achilleushoz és az ő pajzsához. Achilleusnak volt egy pajzsa, mert okos volt, és tudta, hogy ugyan ő halhatatlan, de szüksége van egy pajzsra. Tehát azt mondhatjuk ez alkalommal, hogy a sztérikus effektus egyfajta pajzsként működik. És hogyha a belső mozgás az gyors és megengedett, akkor a folyamatunk az gyors lesz, hogyha fejérbe zárjuk, akkor lassabb, hogyha láncra verjük, a mozgását redukáljuk, akkor ez egy intenzív védelem lesz, egy erősebb pajzs, és ha igazán rövid lesz a lánc, akkor ez egy nagyon intenzív védelem lesz a folyamatban. Ebből adódik tulajdonképpen, hogy kicsit viccesen mondták, hogy megsejthetjük, hogy mit is csinál a természet talán. Hiszen itt van ez a gyenge láncszem. Láttuk, hogy benne van a polipeptid láncban, tehát ha mégis túl kell éljen, akkor meg kell védenie. Hogy kell megvédenie? Merev szerkezetet kell tennie. Tehát azt kell elérnie, hogy annak ellenére, hogy ő inherensen mozog, valahogy mégis ezt gátoljuk meg. Ugye vegyük most az előbb látott kis fehérjénket, ez egy olyan alkalmas modell, amelyik ugyan fehérjeként viselkedik, de eléggé kicsi, és nézzük meg ennek egy ilyen dinamikus szimulációját. Ha megnézzük, akkor ez egy olyan típusú mozgás, nagyon lelassítva, amit ő az oldatban végez. És hogyha megnézzük, akkor a kulcsfontosságú lánc molekula része az oldalláncnak a térállása, ugye az egész rendszer együtt nyeklik, csaklik, valamilyen módon színez van, mindjárt értelmet fog kapni a színezés. Ugye maga a reakció, a reaktivitás szempontjából láttuk, hogy ennek a nitrogénnek valahogy, amire most elvittem szándékosan a hidrogént, hogy ne zavarjon, ennek a távolsága és ennek a karbonnak a távolsága, ez a D, ez az X tengely, az Y-tengelyünk, és ez a szögérték, ez pedig az X-tengelyünk. És akkor azt láthatjuk, hogy a folyamat akkor ideális, hogyha ez ideálisan közel van, az a távolság kicsi, itt látható, ez kb. 3,5 angström, és hogyha a szög az pedig 110. A valóság az az, hogy ettől eltérünk. Ha tehát a természetben megengedett konformációs mozgás, a terünk, az beleesik ebbe az optimumba, akkor a folyamat nagyon gyors lesz, ha kívül van, akkor le fog lassulni. Mit jelent ez? Hogyha megnézzük a referencia állapotot, ez lenne az az állapot, amikor lehet, hogy leggyorsabb a folyamat, és újra nézzük a filmet, akkor figyeljük meg, most már van értelme a színezésnek, hopp, most éppen abban az állapotban jártunk, de most kékek vagyunk, azaz elkerüljük azt az állapotot. Tehát most a konformációs térnek valami egyéb pontján járunk, és ennek következtében kvázi védett állapotban van, áttételes módon, ez egyébként dinamikus szerkezet. A napokban beküldött cikk grafikus abstraktjeként éppen ezt tettük meg. Ugye ez azt mutatja, hogy normális körülmények között az aszparagin glicin át fog alakulni, de hogyha ezt bezárjuk egy ilyen merevebb rendszerbe, akkor amintha egy labirintusba kényszerülne, és lassan, de át fog alakulni a folyamat, míg hogyha szabad, akkor mintegy megkerülve a kényszer feltételt, a labirintust, mintegy rövidutas megoldásként harmada, negyede töredék idő alatt tudja ugyanazt az utat befutni. És én értelem az Achilleus pajzsa, azaz a térszerkezet, az meg tudja védeni ezt a rendszert. Az utolsó dolgot szeretném megmutatni önöknek, mielőtt rátérnénk a fehérjékre, vagy visszatérnénk ezen a fehérjékre, hogy természetesen a pajzs mérete az hőmérséklet függő. Azaz azt érdemes látni, hogy bármit is gondolunk most erről, legyen ez egy olyan görbe, ami azt mutatja, hogy mekkora a védelme, ez a konformációs sajátság egyébként. És azt lehet látni, hogy miközben a rendszer itt mozog, ezen a hőmérsékleten ugye éppen 37 fokon 66%-os a védelem, és így a felezési időm 40 óra. Hogyha ezt a szabad rendszerben nézem meg, amikor nincs fehérjém, akkor ez a védelem minimális, és az idő is sokkal rövidebb. Ugye egy kicsi térszerkezet ennek is van, 11 szálkos védelmet határoztam meg neki, és a folyamat ugye sokkal gyorsabb, kvázi 28 óra. Azonban, ha megemelem a hőmérsékletet, akkor a rendszer egészen mozogni fog, a dinamikus pajzsom az össze fog zsugorodni, a védelmem le fog csökkenni, és ennek eredményeképpen a folyamat sokkal gyorsabban fog megvalósulni. Ez tehát jól mutatja azt, hogy a fehérjéink, megint csak a tavalyi Nobel-díjra utalok, azok úgy vannak optimál, hogy adott pH-n, adott hőmérsékleten el tudják látni a folyamatot, például, hogy ezen védelem szempontjából optimálisak legyenek.
A szerkezetkutatók, mint mi kémikusok, biológusok, röntgenkristallográfiával, NMR spektroszkópiával, most már kiroelektronmikroszkópiával, ugye imádják elkapni ezeket a közbűs állapotokat. Nem csak a kémikus szeret közti terméket kipreparálni, mint azt tette például Oláh György annak idején, és lett tőle rögtön nagyon híres. Itt lehet látni olyan fehérjéket, amelyekben ez a szukcini, mint a közbülső termék, vegyük észre itt szürkével, be van fagyasztva a rendszer. De ezek teljesen átlagos fehérjék, tojásfehérje és más nagy, teljesen hétnapi fehérjék, amiben nem csak, hogy ez jelen van, nem csak, hogy végbe megy a folyamat, elkapható, kikristályosítható és letehető az asztalra. Tehát teljesen egyértelmű, hogy a folyamat abszolút jelen van. Az utolsó gondolat, hogy akkor most van-e baj, vagy nincsen? Aggódjunk, vagy ne aggódjunk? Ne aggódjunk, az nem vezet jóra. Na de miért ne? Hát itt van egy folyamat, amely során átalakul a fehérje. Nagyon egyszerű a magyarázat, nem biztos, hogy teljesen triviális. Ugye két dolgot kell összemérnünk. Valamit, ami valamihez képest gyorsabb, vagy lassabb. Ugye a fehérjének ez az izomerizáció, most már jól értjük, meg tudjuk mondani, hogy mi a várható felső, milyek a sebességi paraméterei. Vegyünk olyan fehérjét, amely ennél sokkal gyorsabb turnoverű. Azaz, láttuk, a fehérje megszületik, betölti a funkcióját, és megy a riboszómába. Hogyha egy olyan fehérjét tekintünk, itt lehet látni, amikor a koncentráció az időben drámaian csökken, mondjuk például az itt látható izomeráz enzim, dekarboxil enzim, 11 perc a felezési ideje. Neki az élete 11 percig tart. A fehérje dal az csak 2,5 perc. Tehát négyszer azért meghallgathatná, ez egy derék dolog lesz. Ugye, ha megnézzük az izomerizációt, akkor ezenél sokkal-sokkal lassabb lesz. Ez tehát nem érdekes. Tehát a fehérje élet ideje alatt az izomerizáció nem fog számottevően bekövetkezni, miközben halad. Nem fogja igazán befolyásolni a folyamatot. Ezért, ha megnézzük ezt a rendszert, és keresünk bele ilyen Waldo-szerű módon NG-t, akkor találunk. De nem probléma, mert a fehérje le fog bomlani, mire igazán probléma lenne. Tehát ezek azok a helyzetek, ahol nem okoz bajt az izomerizáció. Többet is találhatunk benne, ebben a rövidebben éppen kettőre mutattam rá, de megint csak ugye a nagyon eltérő sebességi együttható közti különbség magyarázza ezt. Nézzük meg a fordított esetet, ahol valószínűleg baj van. Vegyünk olyan fehérjét, amely sokkal lassabb degradációjú, mint az izomeráció folyamata. Vannak-e olyan fehérjék? Ugye azt mondtam, hogy a fehérjék átlagos félelet ideje az inkább a perc, óra kategóriába esik, tehát nagyon sok ugye abstart védett. Na de vegyünk egy teljesen ismert fehérjét, vegyük azt például, amelyik a hemoglobin vagy a mioglobin. Ugye a hemoglobin például a vörös vértestben nagyjából hónapokig utazik, javítási lehetőség nélkül. Ha tehát a hemoglobinunkban volna ilyen pont, akkor nagyon el kellene aggódnunk. Hiszen lehet látni, hogy ebben az esetben ugye a felezés ide a fehérjének az 5-700 óra. Ugye ha most megnézzük az A vagy a B láncot, akkor azt láthatjuk a hemoglobin esetében, hogy nagy szerencsére nem találunk ilyet, van benne N, de mellette láttuk, hogy V, meg A szerepel, amelyik ugye 40-szer, vagy akár 100-szor is lassabb adott hőmérsékleten. Azonban vannak betegek, vannak olyan emberek, akinek a vérében olyan hemoglobin úszik, amelyikben van ilyen, például a leírt úgynevezett szingapúri, vagy szardegna mutánsok esetében, amelyben bizony látható, hogy van aszparagin glicin pár, és ezeknek az embereknek a vérében számos esetben ugye nagyon komoly problémák jelennek meg az életük megfelelő szakaszában. Egy-egy pontmutáció, itt lehet látni azt a hisztidil glicint, ami mutálódik. Illetve ezt az aszparagin glicin alanint, ami aszparagin glicinre fog cserélődni a szingapúri mutánsokban. A természet nagyon vigyáz arra, ami drágán előállít. Minden egyes sejtben van javító mechanizmus. Ugye azt is mondhatnám, hogy a pajzs mellett, ez az utolsó gondolat, amit szeretném megosztani önökkel, van kiegészítő fegyverzet. Ugye most itt vehetnék egy kardot vagy egy lándzsát, talán félrevezető lenne, bármi, ami védelmet jelent. Az itt látható jobboldali enzim, a protein L-izoaspartil metiltranszferáz, vagy röviden csak PIMT, az éppen arra hivatott, hogy kijavítsa ezt a hibát. A baj csak az,
hogy nem tudja kijavítani, csak az egyik esetben az aszparagin sav esetében, ezt a példát nem is tárgyaltam ezért most, az aszparagin esetében ez az enzim, ez inaktív. Hogy mennyire fontosról van szó, ugye a genomban legalább 8, 20, 16 exon van, azaz DNS szekvencia darab, ami kódolja ezt az enzimet, hogy biztos, ami biztos mindig jelen legyen, és mindig ki tudja javítani az itt található hibát. De még egyszer, ez csak az egyiket, az aszparagin sav glicint, az aszparagin glicint már nem tudja javítani. Összefoglalva, hogy szöveget mondanék tehát maguknak, egy ilyen grafikus szerűséges ábrát szeretem mutatni maguknak, tehát nincs menekvés. Mindenkinek van gyenge láncszeme, minden fehérjének szinte, ami elől különböző technikával menekül meg, ahogy bemutattam. Ez az átalakulás, tehát elkerülhetetlen, és talán itt lehet látni ezzel az animációval, ahogy a labirintusnak különböző útját kell befutni. Van, akinek könnyebb, van, akinek nehezebb, van, aki sztérikusan védett, más pedig esetleg sztérikusan gátolt, de előbb-utóbb, rövidebb vagy hosszabb út után elérkedünk ahhoz a szukcinimit szerkezetet, amit láttunk kikristályosítani, és mint egy ilyen töltsérbe, egy reakcióba menthetetlenül bele fogunk zuhanni, aminek eredményeképpen át fog alakulni az a rendszer, az itt látható béta, illetve alfa keverékké, vagy izomerré. És bizony ezek a rendszerek, ezek számottevően befolyásolhatják azt, a fehérje környezetet is, amiben vannak. De ne felejtsük el, mint minden mutáció, mint minden változás, lehet akár jó is, hiszen tudjuk, hogy egy átalakulás, a mutáció az magában hordozza a változást. Tehát egy olyan változásnak voltunk most a szemtanúi, és olyat magyaráztunk végig, amelyik változás ugyan nem DNS szinten történik, hanem fehérje szinten, de bőven lehet, hogy az evolúció ezt ki is használja. Van néhány példa, ami bonyolult lenne most, de például a sejt adhézióban integrinek, amik éppen így aktiválódnak, és éppen így kerültem kapcsolatba egy kedves kollégám jóvoltából az egész problémával, amit aztán ettől teljesen függetlenül oldottunk meg. Ugye a kutatómunka az természetesen közösségbe zajlik, ebben a kutatómunkában a fönt felsorolt 5 személynek különösen kiemelt szerepe van. Mező Gábor barátommal gondolkoztunk az ő problémáján, és aztán így született meg általában ez a kérdés. Láng András volt az, aki az NMR spektroszkópia kapcsán, az összes kinetikai mérés kapcsán rengeteg minden hasznos adatokat gyűjtött. Karancsiné Menyhár Dóra volt az, aki a molekuladinamikai szimulációkat, Jákl Imre, aki az egyéb szimulációkat végezte, és Farkas Viktornak is köszönöm azt a további származékokat és peptideket, amelyeket kaptunk tőle. Önöknek a megtisztelő figyelmet.